1300 csillogó szempár, több száz plüssmaci, édességhegyek és meg annyi ajándékdoboz. A varázslat idén is megtörtént az Ágota Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató karácsonyi rendezvényén. A családjukat vesztett vagy nélkülözni kénytelen fiatalok az ország minden részéből minden évben összegyűlnek, hogy közösen ünnepeljék meg Jézus születését. Szeretitek ezt a rendezvényt? Hát én nagyon. Igen, nagyon szeretjük, és alapvetően nagyon jó dolog, meg nagyon hálásak is vagyunk érte, hogy itt lehetünk, hiszen itt az összetartozást erősítjük, meg nagyon fontos, hogy tudják a gyerekek, hogy nem csak ők vannak ilyen helyzetben, hanem rengeteg gyerek, rengeteg érintett gyerek, és hogyha látják, hogy sok gyerek ugyanebben a cipőben jár tulajdonképpen, talán ez is megerősíti bennük, hogy csak előre, és csak előre kell haladnunk, hiszen semmi hátrányunk nincsen ebből, hogy ők nevelőszülőnél nevelkednek. Mi nevelőszülők látjuk ezt a rengeteg munkát, ezt a sok szeretetet, amit belefektetnek itt a rendezők, és a gyerekek nagyon örülnek. A műsort is nagyon kedvelik, hát az ajándékok, hát az pedig pazar. Tavaly is nagyon pazar volt, én úgy hallom, az idén is remek lesz. A nevelőszülők mindent megtesznek, hogy a gyermekek álma beteljesüljön, persze nem csak karácsonykor. Átadják nekik a hagyományt, a szokásokat, ők pedig ezt viszik majd magukkal a felnőtt életükbe. Előkészítjük az ajándékokat, feldíszítjük a fát. Te is készülsz ajándékkal? Igen, már meg is van az ajándék. De titok, ugye? Igen. Majd mézes kalácsot is sütünk majd, ugye? Igen, igen. Reméljük. Mindenféleképpen szoktunk sütkérezni együtt, nagy a segítségek a fiatalok, nagyon lelkesen szoktak nekünk segíteni, meg hát alapvetően kidíszítjük a házat, ez az első, ugye az adventi koszorút elkészítjük, és minden vasárnap másik gyerkőz gyújthatja meg a gyertyát, mert az úgy igazságos, ugye? Együtt sütünk mézes kalácsot, a fát mi díszítjük fel, együtt készülődünk, ajándékokat csomagolunk, beszélgetünk, zenét hallgatunk. Várjuk a havar, hát ha sikerülne, lenne már egy olyan terünk, amikor esne a hó, mert akkor csinálnánk egy jó hócsatát, de ha nem, akkor elvesztem te egy tejszínhavcsatát. Úgyhogy szerintem jól fog sikerülni a karácsonyunk. Nem vagytok egyedül a bajban. Ezzel az üzenettel nyitotta meg az ünnepséget Kothenc János. Az Ágota alapítója szintén állami gondoskodásban nevelkedett, egy személyes történetet mesélt azoknak, akik mostanában kerültek el a családjuktól. Volt 6-7 olyan 9-10 éves fiatal gyermek, akik ilyen összetolt emeletes ágyak tetején bandáztak és beszélgettek, és az volt a legszebb karácsonyi ajándék, hogy az ablakon kitekintve nézhették, ahogyan megcsillan az utcai lámpa fénye a fehér havon. Elmondták a szomorúságukat, a bánatukat. Elmondták azt a kevéske örömöt, amiben részesültek. Minden gyermek aznap este úgy feküdt le, úgy aludt el, hogy valami jót tapasztalt meg a karácsony hangulatából. Az egymásra való odafigyelés fontosságát, azt az érzületet, hogy nem vagyunk egyedül. Azt szeretném kívánni minden olyan csemetémnek, aki ma úgy ül itt, hogy 2 hete még máshol volt, hogy egy hónapja még máshol élt, azt szeretném nektek mondani, hogy ti sem vagytok egyedül. Hogyha magatok elé, mögé, köré néztek, ott vannak a sorstársaitok, nem vagytok egyedül a bajban. Egymás ajándékaivá válhatunk ma is, és minden nap lehet ilyen karácsony. Azt kívánom nektek, gyerekek, hogy érezzétek magatokat nagyon jól, nem csak ma, hanem a hétköznapokban is, hogy minden napotok legyen karácsony. És azt kívánom nektek, hogy fedezzétek fel egymásban a társat, a barátot, hogy merjetek nyitni azoknak az embereknek a bizalmára, akik benneteket az érdemeiktől függetlenül úgy, ahogyan vagytok, fogadnak el, és szeretnek nap, mint nap. Érzem is így, hogy lett talán, nézd fenn az ég sok csillagát, népben ott a remény fénye, rezsel hát a szívedbe. A jászol körül, hol a
hosszú lista készül a Jézuskának. Van dolga rendesen, és hát a Jézuska pedig nagyon igyekszik teljesíteni a kívánságokat, és alapvetően próbáljuk erősíteni a gyerekekbe azt, hogy ez a szeretet ünnepe, és nem csak az ajándékozás lényege, hanem az adás. Nem minden szülő, akitől sajnos a gyereket el kellett hozni, vagy hozzánk került a gyermek, tudott biztosítani neki bármit is. Ezért fontos biztosítani neki, és erősíteni benne ezt az érzést. Ilyenkor van családi ebéd, jönnek az én vérszerinti gyerekeim, akkor elmentek már, kirepültek, azokból is jönnek haza. És ilyenkor a nevelt gyerekek készülnek-e önnek valamilyen ajándékkal? Mindig szoktam kapni valamit, vagy akár kisebbektől rajzot, vagy valamilyen nagyon hát apróság, de ki is van hangsúlyozva, hogy ne arról szóljon, hogy milyen érték, csak hogy megemlékezzenek. És ti adtok ajándékot? Én szoktam. És kinek ad? Anyának a szeretetet. Mindenki, aki egy ágót a karácsonyon már jelen volt, és főleg azok, akik visszatérő résztvevők, úgy érzik, hogy ez egy sajátos család, és ennek a családnak mi is tagjai lettünk. Úgyhogy a család minden tagjának kívánom, hogy főleg akik ismerik azt a testvérünket, akinek a születésnapjára készülünk, gratulálok magunknak, hogy ilyen testvérünk van, és kívánom, hogy az ő segítségével döbbenjünk rá ilyenkor is, meg az egész esztendőben, hogy egymásnak is testvérei vagyunk, neki köszönhetően. Nagyon boldog, békés, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének. Az én kedves kis falumban, karácsonykor, magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. Az ágota karácsonyon több mint 1300 gyermek kap névre szóló ajándékot. Az alapítvány munkatársai és önkéntesei 3 napon át csomagolták a meglepetéseket, a szervezet szinte végtelen számú támogatóinak köszönhetően igyekeztek mindenkinek azt a kívánságát teljesíteni, amelyre leginkább vágytak. Rengeteg partnerünk van szerte a világban, és minden évben egy ajándékcsomaggal kedveskedünk nekik, és ezt az ajándékcsomag összegét úgy gondoltuk idén, ami jelenleg most 1000 euró, hogy felajánljuk egy alapítványnak. És ezt megkérdeztük amúgy tőlük is, az összes külföldi és belföldi partnereinket, hogy mit szólnának hozzá ehhez a remek ötlethez, és mindenkinek nagyon tetszett, és nagyon boldogok, hogy egy ilyennek a részesei lehettek. És a karácsony a gyerekek a szeretet ünnepéről szól, és ezért döntöttünk az ágata mellett, hisz nekik nincsenek szüleik, és ez nagyon fontos a szeretet ünnepén. Köszönjük a cégek támogatását, de mögöttük mindig ott vannak azok a jó szívű, jó akaratú emberek, akik úgy érezték, hogy fontos az ágota alapítvány, a központ támogatása, mert megérdemlik az itt dolgozók és az itt nevelkedő gyerekek ezt a figyelmet. Egy baráti társaságban elkezdtük játszani azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha a gyermekek mellett tennénk le a voksunkat, és segítenénk nekik bármilyen módon, amit tőlünk telik. Így alakult meg a Segítő Jó Barátok 6 évvel ezelőtt. Azóta csak a 2017. évben 2 jótékonysági hajvágást szerveztünk Kurucerikáék és Fodrász csapatával. Egy 500 fős gyermeknapot tartottunk a Gelban birtokon Süttőn, és volt egy csodálatos karácsonyi gálánk Tataványán a Vértes Agórájában, ahol szintén 500 vendéget láttunk vendégül. Nagyon sokat kapunk a gyerekektől. Az a fantasztikus légkör, ami ezeken a rendezvényeken van, az egyszerűen kárpontol mindenkit. Azokért a gondokért, bajokért, amik a vállalkozásban, a vállalkozás vezetésében előfordulnak, és ez egy felüldülés, és mi köszönjük, és mi vagyunk hálásak azért, hogy a Szent Ágot a családjába tartozhatunk. Soha ne higgyenek a kereskedelmi médiából ránk ömlő hírnek, miszerint az ünnepeink kiüresedtek. A karácsony is kiüresedett, mert ez nem így van.
Annak, akinek a szívében egész évben szeretet van, annak nagyon fontos és készül a megváltó születésnapjára. Annak, akinek viszont saját magával vagy másokkal problémái vannak, ezt az ünnep a karácsony felnagyítja, mint egy tükröt tárva ezelé. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza, de jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni, de jó volna megnyugodni, de jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. És ilyenkor nem gondoltok a vérszerinti szülőkre? És tudjátok, hogy ilyenkor velük mi van, mit csinálnak? Karácsonyfájuk, hát alig van rajta dísz, meg néha nem is vesznek karácsonyfát, mert nem telik rá pénz. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a vérszerinti szüleikkel is, tehát szerencsére ilyen problémánk abszolút nincs, és így például az Attila hazamegy karácsony más első napján, egy napra hazamehet. Mit kívánnátok nekik karácsonyra? Nagyon sok ennivalót. Ajándékkal készültök-e a vérszerinti szülőknek? Én igen. Karkötővel, édesanyámnak, apukámnak meg már odaadtam fényképtartót. Mindenkinek van még egy esélye. Mindenkinek újra lehet kezdeni, hívta fel a figyelmet a megyei önkormányzat elnöke. Kakas Béla szerint a karácsony jó alkalom erre. Az adventi időszak ne a rohanós bevásárlásról, hanem a csendes meditálásról szóljon, amikor mindenki magába nézhet. Elgondolkodnánk azon, hogy miért mindig egy kisbabát ünneplünk ilyenkor. Hiszen mondhatnánk azt, hogy ez egy születésnap, tehát 2017 éves Jézuskát ünnepelünk ilyenkor, az ő születésnapját, de mégis kisbabát látunk. A kisbaba az mindig az új élet kezdetét jelenti. A kisbaba azt üzeni, hogy újra lehet kezdeni. Tehát ha az adventi meditálásba eljutottunk oda, hogy szembesültünk a problémáinkkal, elemeztük az érdemeinket, vagy esetleg mélypontra kerültünk, akkor ott van a kisded, a megváltó, és ezért jött el, hogy új erőt adjon nekünk, hogy újra tudjuk kezdeni. Annak itt karácsonykor, hogy együtt lehetünk, de szerencsére egész évben gondoskodó kezek vannak körülöttünk, nem csak karácsonykor, és nagyon szeretjük az alapítványt, mert ezt tiszta szívből mondhatjuk, a körülöttünk levő segítőket, meg mindenkit. Tehát igazából hálásak vagyunk ezért a napért is, meg az egész évi munkájukért. Látni azt, hogy boldogok, örülnek, hogy jól érzik magukat. Én úgy gondolom, én is örökbe fogadtam 4 éves koromban, és jó sorom volt, hát nagyon szeretném átadni a többi gyereknek is, aki rá van szorulva, hogy szeretetben nőjön fel. Nagyon jól érzem itt magamat, és nekem anyáik a legfontosabb kincseim. Úgy gondolom, hogy körbenézve itt az ezernyi őszinte szeretettel teli Szentpáron, hogy az egyetlen szó, aminek itt helye van a mai estén, az a köszönet. Éppen ezért szeretném megköszönni az Ágota Alapítvány minden munkatársának és önkéntesének a munkáját. Meg kell köszönni azt a szeretetet, amellyel körülveszik az állami gondoskodásban élő gyermekeket az év minden napján. És meg kell köszönni a nevelőszülők igyekezetét is, amelyek képesek családot, szerető, elfogadó közösséget teremteni azok számára, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Köszönet illeti azokat a kollégákat is a munkájukért, akik a háttérből segítik mindezt. Közéjük tartoznak a Csongrád megyei kormányhivatal járási hivatalaiban dolgozó gyámügyi szakemberek, munkatársak, akik ezeket a feladatokat szolgálják minden lehetséges módon. Az lenne jó, ha nem lenne szükség a munkájukra. Én azt kívánom karácsonyra, hogy évről évre kevesebb dolguk legyen, hogy a családok olyan szeretetteljes közösségek legyenek Magyarországon, olyan harmóniában éljenek, mint az Ágota nagy családja.
everyone's dancing merrily in the new old house and way. Az ágot a karácsonyon idén is köszönetet mondtak az egész évben emberfeletti teljesítményt nyújtó munkatársaknak. Ezt az elismerést minden évben a gyermekek adják. Az ő véleményük, javaslatuk alapján választják ki a díjazottakat. A szakemberek számára ez a legnagyobb dicséret, a gyermekek köszönete. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. The mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. És mindenkinél jobban szeret olyannak, amilyen vagy.